Lakatos Krisztián! Én? Hát akkor először halljuk Fenyő Miklós véleményét. Mit mondanál, doktor? Nagyon köszönöm, hogy helyzetbe hoztatok. Na, akkor foglaljuk össze, hogy én mit gondolok erről a produkcióról. Én azt mondom, hogy volt jobb. És bármit, amit idáig hallottam tőled, az... az mind jobban tetszett, mint ez. Lehet, hogy ehhez különleges érzékenységgel közelítek ez a műfajhoz, vagy mit lehet tudni, hogy elfogult vagyok, azt akár lehet azt is mondani. Vállalható, úgyhogy semmi probléma. De ebben én sokkal több tüzet érzek, sokkal több olyat, ami megmozdította a világot valamikor. Hát ha az Elvis így énekelte volna, akkor soha nem lett volna a Hándal olyan nagy szám, és talán Elvis se lett volna király, úgyhogy azért erre figyeljünk. Jó, de Miki, nem lehet az Elvishez hasonlítani gyakorlatilag senkit. Az Elvis egy UFO volt. Tehát jó, rendben van. Ezt nem feltétlenül szeretném megvitatni, mert rövid az időnk. Egyébként nagyon szívesen beszélgetek. De egyébként ezt akartam hozzáfűzni, én szerintem ez nagyon aranyos volt. Az nem tudom, hogy ez egy aranyos dal, de ez aranyos volt. Ez egyáltalán hát nem ez aranyos dal, gyerekek. Tegyük már tisztába a dolgokat. Ez egy aranyos dal, ez egy lázadó, forradalmi. Miki, és mindenkit a lábában lesz. Mondtam. Azt mondom, hogy ez az előadás volt aranyos, a dal az nem annyira. Jó, majd visszanézzük. Mindegy, szóval szerintem klassz, hogy kijöttél egy kicsit a swing műfajból. Nem tudom, aranyos volt. Ennyit akkor visszavonulok ezzel. Krisztián, én ott mielőtt elkezdődött a műsor, oda mentem és mondtam, hogy veszítsd el az agyadat. Valamennyire sikerült, meg még tudnám ezt fokozni. De engem megleptél, más voltál, nem ez volt a legerőteljesebb teljesítmény, vagy nem ez volt a legjobb. Remélem, hogy bent maradsz. Ennyit tudok mondani. Nekem rendkívül tetszik az, hogy tartod magad valamihez. Megrendíthetetlen bástya vagy. Tartod magad ahhoz, amit te elhatároztál. Ebből senki nem tud kimozdítani.
én ezt üdvözlöm. De mire gondolsz, Enikő? Az, hogy azt kéritek, hogy legyen ilyen olyan most, és ő ezt ugyanolyan sármal, és nem akar ebből ki. Ezt most én megértettem a Krisztiánnál, és nekem ez nagyon tetszett. Egy kicsit, mint a fogytál is volna, nem? Krisztián, fogytál is, nem? Hogy fogytál is, nem? Mert egy kicsit a Tom Cruise-ra emlékeztet a Top Gun-ból most, abban a szemüvegben, hogy hátra nézel. Hát egy kicsit, igen. De komolyan. Nem észleltem a Krisztián, de nem ez a lényeg. Neked hogy esett? Hogy esett neked ez a szám? Nekem nagyon jól esett. De egy lángos akkor jobban esett volna. Ezért mondom, nem értelmes felfogni. De felkészülésben volt bármi nehézség? Hogyan birkoztál meg a rock'n'roll műfajjal? Valójában én régebben énekeltem egy Fenyő Miklós számot. Az utcában jön, jött a hímen. Hát az nem így ezt van, az se így van. De... És tehát te azt akarom mondani ezzel, hogy nagyon szeretem a rock'n'rollt és hallgatni is, de nem, szóval nem énekeltem még soha ilyen rock'n'rollt, ezt a beindul ez a... Na hát ez egy érdekes kísérlet, tudod, ez roll and roll lett nálad, tehát nem volt benne olyan sok rock, de majd kísérletezzel, de nagyon helyes vagy. És egyébként itt mindenki vinnyogott a rögést, hogy megjelentél a napszemüvegben, nagyon szeretnek a társait, úgyhogy bravo, azért volt ebbe kedvesség, báj, meg még sok egyéb minden. Próbáltam valahogy. Krisztián, a Swing király. Na menjél!